Szerusztok! Az előző videókban panaszkodtatok, hogy nagyon halkan beszélek, így most megpróbálok hangosabban beszélni, valamint kicsit feljebb is tekertem a hangerőt a beszédemen, a hang a játéknak pedig egy picit lejjebb vettem, tehát remélem, hogy jobb lesz. Kedvenc egyik sniperem ez a Kar, igen jó célzója van alapból, a többinek nincs nagyon célzó eszköze, amik még ugye itt voltak lerakva, azokra mindenképpen kell találni valamilyen szkópot. Ezzel még egészen jól lehet célozni, de nagyon keveset lehet találni belőle. Ugye előző videókban mindig kerestünk autót, elmentünk a szélére a pályának, és ott szereztünk valamilyen zsákmányt. Most egy kicsit megbontjuk a rendszert, és bemegyünk a sűrűjébe, méghozzá ide a közepére. Iskolába, ott elég sokan ugye leszoktak ugrani, most nagyon ugye közel fog elmenni hozzá a repülő, oda leugrunk és megpróbáljuk megölni az embereket és összeszedni onnan a különböző felszerelést. Ott lehet találni mindenféle jót, AKM-et, snipert, mindent, amit csak lehet, a taskát, hármasat is akar. Megpróbálunk lezuhanni a tetőre és ott felszedni valamilyen shotgunt, általában shotgunt lehet először találni és ott lelőni valakit. De valószínűleg elég sokan fognak oda még velünk jönni. Jó, itt volt egy kis lag, nem tudom mi történt vele. Jó, gyerünk. Akkor pont a másik irányba kell mennünk, arra. Jó, és akkor egyenesen megyünk oda szépen. Ott már egy van előttünk. Tehát az valószínűleg hamarabb lent lesz, mint mi. És ő is szerintem oda megy. Megpróbálunk ide begyorsítani. Hát, ha hamarabb oda tudok érni. És a tetőn megpróbálunk leszállni. 1, 2, 3. Ki hova fog menni az a kérdés. Ott az a jobb sérsz, az valószínűleg oda a többi... Vagy mindenki ide jön? Itt ez egy nagyon-nagyon... 3 leszállt oda. Jó, eddig 3 lent van. És most kéne találni valami fegyvert. Itt van egy pisztoly. Jó, egyik az leugrott. Jó, és most itt kell valahogy úgy megoldani, hogy ők ne lőjenek le minket, de nekem sikerüljen őket lelőni. Most találtunk shotgunt. Lövöldöznek ma. Ott van egy jó fegyver. Lent. Még nem tudom, hogy itt a tetőn még maradt-e valaki, vagy ma mindenki elhúzott a fenébe. Jó. Innen felszedjük az egyiket. Így. Feltöltsük. Átállítjuk burstre, és akkor shotgunnal szerintem elindulunk és vadászni megyünk rájuk. Ezt a healt felszedjük. Ilyenkor mindenki lemegy hirtelen ugye a többi részlegre, aztán itt hagyják a fenti lootot, nyugodtan ki lehet szedni. Scope-ünk is van, 4-es. És ott is ott hagyták a first aid-et, tehát látható, hogy őket nem érdekli, mert félnek attól, hogy megölik őket, és mi itt szépen összegyűjtsük a különböző eszközöket. Nincs taskát kéne még szerezni valahonnan, nem tudunk lőszert össze. Itt van valahol, nagyon lőttek. Lent. Jó, én még itt áll vagyok, nyugodtan. És lehet, hogy el fogunk innen húzni? Jó, ma valakinek van hangtompítója, mert azzal lőtt. Mennyi helyünk van? Nem sok. Ezt most kirateszem ide. Az meg van töltve, és... ezt itt fel kéne szedni, valamint... itt egy taskát vak vagyok. Jó. És akkor valahogy úgy kéne megoldani most, hogy lemegyünk, és akkor szét kéne őket lőni a fenébe. Bár ez nem lesz olyan egyszerű szerintem. Valaki ma lő rám. Na, itt ma valakik lőttek rám, szóval inkább lejövök. És akkor innen valahogy... most ki lőtt rám? Jó, itt most bombáznak ezen a területen. Szerintem még itt az épületben elég sok ember lesz.
Óvatosan kell közlekedni. Level 2-es taska. Jó, meghaltunk. Mivel ölött meg? Headshot Scarvel. Jó, következő kör. Hát ez volt az első körünk. Volt már, mikor csak 3-4-en estünk le, tetőn lelőttem a 3-at és tovább tudtam szépen menni. De hogyha lemennek ugye a lenti részekre, ott nagyon óvatosan kell menni. Hát nem úgy, ahogy én mentem, szépen lelőtt. Na még egyet megnézzük. Itt ezt az iskolai részt. Itt az elején mindig, mikor tölti be az embereket, eléggé belassul a játék. Szinte megáll. Keresünk valami fegyvert. Itt vannak a sniperek, ugye ott volt a kar. Itt ez a kar, és itt van még ez a AVM. Ez csak repülőből esik a dropból, tehát lezuhan ugye a zsákmány. És azt, ha azt felszedjük, akkor ott össze tudjuk gyűjteni tehát ezt a fegyvert. A legerősebb sniper. És pont 300-as magnum lőszer megy bele, ami szintén csak onnan esik ki. Viszont ez majdnem, hogy mindig van hitel. Level 3-as sisak, azt hiszem, az fel tudja fogni a sebzés, hogy egy-kettőt kell belőle talán lőni. Na nézzük, hogy hova dob most a... Aha. Tehát most innen megyünk alulról. És lehetséges, hogy most úgy fog elmenni a repülő, hogy valahogy így, és nem fogunk tudni elérni ide a középpontba. Illetve még vannak ilyen jó helyek, például itt egy Georgopolba ez a rész. Itt nagyon-nagyon jó lút szokott lenni, és oda is sokan mennek, és most pont arra fog elmenni a repülő. Vagy megpróbáljuk valahogy elvezényelni az ejtőernyővel ide egészen az iskolába, és ott valószínűleg nem lesz most senki, ki tudjuk teljesen lootolni. Vagy megyünk ide. Egyenesen lezuhanunk, aztán szerencsét próbálunk most ott. Most ez ilyen gyors halós játék. Jó, ott fog felett elmenni, tehát valószínűleg itt ki fog most sok ember ugrani. Jó, ugrunk és akkor itt egyenesen lefelé. Minél gyorsabban zuhanjunk, 230-ra felgyorsulunk. És majd valahol ott a hangárakat megnézzük. Itt valószínűleg megint csak többen lezuhannak ide. Egyelőre 1, 2, 3, 4, tehát vannak azért. És ott van valamilyen fegyver, azt fel kell vennünk, és rögtön ott van az egyik, és azt le kéne lőni. Menni rá. Jó van, megpróbálok utána menni és lelőni. Ott van. Jó, egy megvan. Volt neki vesztája is, helmje is, granát, csókot azt berakjuk. Pisztolya volt. Jó, ez elég erős fegyver, tehát ez a legerősebb shotgun. Két lőszer megy bele. Lehet vele aprítani. Még egy shotgun. Jó, és akkor megyünk tovább. És akkor a többieket is meg kéne keresni. Tehát egyet sikerült lelőnünk. Viszont itt nagyon óvatosan kell menni, mert valószínűleg itt elég sokan járkálnak a dobozok között. És lőnek is ott ma a többiek. Tehát megszereztük az első killünket. És most megnézzük, hogy a három hangárt összepróbáljuk szerintem minél gyorsabban a különböző eszközöket, aztán tovább állunk, hogyha sikerül. Jó, ebbe töltünk, és akkor ezzel fogunk tudni menni. Jó van. Ezt is szed fel. Belerakjuk. Painkiller. Akkor meg kéne őket keresni, és szépen megsorozni őket.
Figyeljük őket, hogy hol járkálnak. Itt valakit hallottam. Ez... Ennek nem volt fegyvere. Mondtam, hogy valakit hallok. Ez talán jobb állapotban van. Jó, eddig kettőt öltünk. Tehát ilyenkor lehet őket ölni. Honnan lő? Ott van. Ott van bent. Valahol ott volt, azon a ponton. Jó, itt megpróbálunk el mosonni. De kéne vadászni valahogy. Megpróbálunk, ez most elég durva volt. Jó van. Kettő ölésünk volt. Hát engem kerültek meg. Két olyat öltem meg igazából, akinek nem volt fegyvere, tehát ez így... eléggé unfair volt, bár az egyiknek volt pisztolya, gondolom ott legugoldott, akart után tölteni. Na még egy ilyen menet, csak valószínűleg ennyi lesz ez a kis bemutató, és utána majd megyünk egy rendeset, de azt majd külön álló videóban, ahol megpróbálok inkább elmenni valami olyan helyre, ahol nem halok meg az első 3 percben. Nézzük meg még a többi snipert, ugye van még egy ilyen jó kis crossbow. Ez tulajdonképpen igen sokat ölt, de ennek is a legnagyobb a sebzése, tehát szinte maximumot kapott ott, ha megnézitek, viszont nagyon lassan lő, és nagyon kicsi távra. Tehát ez ilyen 25 méter körülbelül a harci távja. Viszont ezzel, ha eltalálsz valakit fején, az rögtön meghal, és észre sem veszi, hogy honnan lőtte. Tehát ez ilyen jó kis fegyver, tehát arra az esetre, hogyha valakit oldalba tudsz kapni, és nem szeretnéd, hogy a többiek meg tudják a pozíciódat, akkor esetleg ezzel így lelőni, bár nem nagyon szoktak ezt használni, ezt a fegyvert, illetve még nem nagyon láttam. Egyszer kaptam vele egy headshotot. Arra jó. Viszont, hogyha egyszer nem találsz el vele valakit, akkor nagyon sokat ölt. De ha nem vesz észre, akkor végül is van időd. Na nézzük, most innen jövünk. Szerintem megint el tudunk vagy ide jönni, vagy ide. Tehát megnézhetjük megint ezt a Georgopolt. Szerintem el tudunk odaig ugrani, és ott megint megnézzük akkor a ládákat meg a... Jó, ugorjunk. Ops, és akkor megpróbálunk oda elrepülni. És győztesként kikerülni. Jó tudni, mindig figyelni, meg kell figyelni, hogy körülbelül hanyan szállnak velünk. Például itt szállt egy mellettünk, ott volt egy... Tehát ezeket az embereket úgy jó megnézegetni, hogy hány emberre lehet számítani, bár úgyis mindig valaki oda gyalogol, vagy oda jön autóval, vagy motorkával, vagy akárhogyan, azt észre sem veszed. Tehát nézzétek ezt a sok embert. Tehát ezek így mind itt erre szállnak. Ezt a 3 hangartot megint szerintem meg fogom nézni, illetve majd innen elindulok. Nézzünk még körül, hogy jön-e valaki. Ott jön egy, itt jön még egy, 3. Tehát itt legalább 3 embernek kell majd lenni. És azokat minél hamarabb le kéne vadászni. Az ott szállt le. Jó, fegyvert kell találnunk, mert ha ő talál hamarabb fegyvert, akkor nekünk végünk. És egyelőre nem találtam semmit. Csak sisakot és mellvértet. Itt van valami. Jó. Ott van. Ott volt valaki. Nem akarok. Scope is van. Jó, bemegyünk vissza a pozícióba, ezt rátesszük. Akkor most megpróbáljuk valahogy lelőni. Azt ott ma megöltek valakit, nem?
Megpróbáljuk őket megkerülni most. Ott volt valaki. Ott van. Jó, párszor eltaláltuk. Na! Azt hittem, hogy ma nem hal meg. Nézzük, mit lootolt. Ennek nagyon jó lootja volt. Scar. Scarommal van, akkor ott voltunk SKS-re. Holografikot erre rárakjuk. Most már csak healt kéne találnom, mert eléggé leszették az életemet. Semmi nincs. Töltünk. Most már van lőszerünk. Csak most már meg kéne magunkat gyógyítani valahogy. Jó, itt körülnézek, hogy fenn nincs valami. Nem látok semmit a tetőkön, annyi a konténereken. Nagyon gyorsan kellene valahonnan first aid-et szereznünk. Vagy bármi, ami meggyógyít. Ezt kicseréljük. Ezekre felugrani nem a legegyszerűbb. Van valahol valaki? Egyelőre nem látok senkit. Nagyon gyorsan kéne valami first aid. Itt, hogyha kimegyek, akkor valószínűleg ott meghaltam volna. Azon az egyenes úton. Azt a három hangart meg kéne lesni. Ott is egy hulla. Valakit ott megöltek. Ott volt. Szerintem ő azt hiszi, hogy nem vettem észre. Mondom, ő jön. Az... Szami? Ha. Te jó ég! Te jó ég, mindjárt meghalunk! Most fog lerassolni. Meghaltunk. Jó van, szerintem ennyi elég volt bőven. Következő körben ma majd egy rendeset megyünk, ahol nem halunk még ennyiszer. Jó van, köszi, hogy néztétek. Hát körülbelül így néz ki az, amikor olyan helyre esünk le, ahol nagyon sokan vannak. Egy ölés, előzőben volt két ölés, nem tudom. Következőkben biztos jobb lesz. Na, szervusztok!